Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Nyíregyházán rendezték a Magyar Sportújságírók Szövetsége közgyűlését. A lapszakasz győztes a Sunshine Nyíksa az NV2 keleti csoportjában. Év értékelőt és bemutatót tartott a Nyíregyházi Torna Sport Egyesület. Lovas Norbertel és egy brazil légióssal folytatja a Stúdió Futszál csapata. Nyíregyházán tartották a Magyar Sportújságírók Szövetség éves közgyűlését. A rendezvényen 21-en vertek át díjat az elmúlt évtizedekben végzett munkájuk elismeréseként. Miután egy csomó sportesemény elmaradt 2020-ban, olyanok, mint az olimpia, vagy a futball EB, vagy a paralimpia, ezért a feje tetejére állt a sportújságíró szakma is. Nagyon nehéz volt áthidalni ezeket a nehézségeket. A szabadúszó kollégák, akiknek a munkája erősen függ az eseményektől, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A Sportújságíró Szövetség a maga eszközeivel amennyire tudott próbált segíteni. Nagy segítség volt, hogy a magyar kormány azt próbálta elérni, hogy minél kevesebb sportesemény maradjon el Magyarországon, sőt, amelyeket nem lehet külföldön megrendezni, azokat is hozzák Magyarországra, futballmeccsek, például a Manchester City-től a Lipcséig egy csomó nagy csapat itt játszott Pesten, és az például munkalehetőséget adott magyar fotósoknak, más szakembereknek. A kongresszus is hát hiányos létszámmal, a díjátadás is csak a legszükségesebb szereplők jelenlétével zajlott. Álmunkban nem gondoltuk volna a 2019-es jubileumi sportújságíró kongresszus nagyszabású eseményei és a 2020. februári budapesti IPS kongresszus, nemzetközi sportújságíró kongresszus után, ahova még 110 országból jöttek vendégek, hogy néhány héttel később bezár a világ, és hát azok után, hogy akkor itt volt Gianni Infantino, a FIFA elnöke, vagy Sir Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, azok után hát örülni fogunk, hogyha néhány tucat szereplővel legalább a törvényi kötelezettségeknek eleget téve, meg a hagyományokat folytatva meg tudjuk rendezni a Sportújságíró Kongresszust 2020 és 2021 nyarán, tavaszán. Most lehet azt mondani, hogy lassan visszatérünk a rendes kerékvágásba. Még mindig nem jelenteném ki, mert máskor külföldi vendégeket is szoktunk hívni, környező országok sportújságíró szövetségeinek képviselőit. Most inkább annak örülünk, hogy a külhoni magyar kollégák végre elég nagy létszámban itt vannak, délvidékről, Erdélyből elsősorban, és Kárpátaljáról kevésbé sajnos, hiszen jól lehet, ők is futballcsapattal készültek még néhány hete is. Annak is nagyon kell örülnünk, hogy Dunda György barátunk, a Kárpáti Igazszó lapigazgatója itt tudott lenni. Már akkor meghívtuk, amikor még nem tört ki a háború, hiszen az egyik szakmai kitüntetésünket neki ítélte az MSUS elnöksége. Nem tudtuk, hogy ennyire drámai pillanatban kényszerül átvenni a Gyulai díjat. De hát itt vagyunk legalább most olyan 120-140-en. Lesz újra sportverseny, a sportújságíróknak lesz újra Hoffer kupa, ennek a névadója 100 éves lett volna a napokban, Hoffer József sportújságíró és futball szakember, edző, szövetségi kapitány, és ahhoz a hagyományhoz is most már remélem, hogy vissza tudunk térni, hogy egyik évben Kelet-Magyarországon, következő évben Nyugat-Magyarországon gyűlünk össze. Nagy öröm, hogy Nyíregyháza tártkarokkal várt bennünket, egy nagyon sportos város. Dr. Kovács Ferenc polgármester úr, a Röplabda Szövetség elnöke egyébként, a magyar kormány sportért felelős államtitkára, Dr. Szabó Tünde pedig ennek a térségnek az országgyűlési képviselője, és ha a munkája a fővároshoz köti is, azért nagyon sokat van itt itthon, lehet így mondani, Nyíregyházán. Tehát újságíróként meg nem kell emelkedettebb hangulat annál, mint hogy a Krúdi Gyuláról elnevezett gyönyörű városi díszteremben tarthatjuk a sportújságíró kongresszust. Mint minden, ez a szakma is változik. Milyen kihívások előtt áll a sportújságírás? Gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy hír akkor ír, ha pillanatokon belül megjelenik valamilyen fórumon. Igen, a technológiai forradalom miatt ég és föld a különbség a 20-25 évvel ezelőtti sportújságírás és a mai körülmények között, ahhoz képest, amikor én is még kezdtem a szakmát a nemzeti sport gyakornokaként.
Egyfelől mindenki sportújságíró, mindenki újságíró lehet, mindenki csinálhat médiát, nem kell hozzá nyomda, papír, frekvencia és ilyen nehezen elérhető, megszerezhető dolgok. Demokratikusabb lett a dolog, hiszen bárki közösségi média felületre kiírja a gondolatait, azzal gyakorlatilag a média részévé válik. Tehát egyfelől ez egy szerintem egy üdvözlendő jelenség, hogy kisebbek lettek a fizikai akadályok. Más részről ugyanakkor nyilván fel is higult a szakma, hiszen mindenki újságírónak képzelheti magát, ha úgy tetszik, az is, aki a szakma alapvető feltételeinek sem felel meg, helyesírást, igazságtartalmat és egy csomó más hagyományos sportújságírói erényt tekintve. Szerintem le fog ezt tisztulni. Nem kell attól megijednünk, hogy a technológia teljesen megváltozott, mert a hagyományos újságírói értékek, erények azok azért nagyjából továbbra is ugyanazok, amelyek a sportújságírásban különösen megszerezhetők, és amelyek a sportújságírásra különösen jellemzőek, a frissesség, a hitelesség, a pontosság. Aki ezeknek az erényeknek a birtokában van, az a mai megváltozott körülmények között is számíthat arra, hogy sikeres sportújságíró lesz. Az első szó a gratulációi, hiszen Gyulai Sándiat vertél át az MSZ közgyűlésén. Nem ez az első elismerésed, hová helyezed a polcon ezt a díjat? A Németh Gyula díj mellé, még karakterben is hasonló. Azt fiatal újságíróként kaptam, annak voltak életkorbeli korlátai. Idefelé jövően arra gondoltam, hogy ez mivel érdemeltek az ember. Nem biztos, hogy ez sokat nyomott a labba, de éppen idén lesz 30 éve, hogy az első cikkem, az első írásaim megjelentek a Kelet-Magyarország megyei napilap hasábjain. Igazából azóta sem hagytam el a pályát, egy kicsit a megyei napilapos vonaltól eltávolodtam, de sportújságíróként azóta is tevékenykedem. 30 évvel ezelőtt jelentek meg az első írásaid. 30 év alatt mennyit változott ez a szakma? Ó, hát rengeteget, hát tényleg itt az ember lepörgette itt maga előtt, főleg, hogy valamilyen szintén ugye hazai pályán vettem át ezt az elismerést, és láttam az egykori interjú aranyomat, láttam azt, hogy gondoltam arra, hogy amikor Szabó Tünde tényleg egy gyakornokként átküldtek egy közösség találkozójára ide a Centrum Áruházba, és bejelentette a visszavonulását, és felhívtam az edzőjét, Vajra Tamás, hogy mit szólt hozzá, és tőlem tudta meg. Tehát ma már ez elképzelhető, tehát annyira felgyorsult a világ, hogy az újság szinte másodlagossá válik. Én még ilyen régi mód ember vagyok, hogy még olvasom az újságot, nekem még ez hozzátartozik. 30 éves pálya áll mögötted, de még fiatalnak számítasz. Milyen terveid vannak ezen a pályán a továbbiakban? 30 éven belül 26 éve tudósítom a nemzeti sportot innen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei eseményekről, döntően csapatsportágokban. Ezt szeretném azért megtartani, ameddig lehet, illetőleg hát nyitottam, váltottam a klubmédia irányába, és hát ott rengeteg kihívás vár rá. Gyakorlatilag most már ezek a klubmédiák egyenértékű szerkesztőségekként dolgoznak más napilapokkal, úgyhogy versenytársak is vagyunk, és hát van hova fejlődni folyamatosan. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köt a pályafutásod, az életed. Megfordult azért olykor a fejedben, mikor nézsz egy olimpiát, egy VB-t, egy BL döntőt, egy wimbledoni teniszmeset, hogy akár ott is lehetnék? Igen, hát ez nyilván az ember ezzel eljátszik, de nekünk valahol ez jutott. Tehát olykor fel kellett állni a tévém elől, amikor egy világbajnoki döntőt játszottak bármilyen sportágban, és ki kellett menni mondjuk Baktalórendházára NB2-es meccset tudósítani, vagy éppen Tuzsérre, vagy éppen Kisvárdára, de sosem okozott nekem törés vagy fájdalmat. Nekünk ez jutott. Minden azáltal persze a szakma csúcsa nyilván az lenne, hogy az ember világversenyekről tudósítson, de azokat nem megértem másképpen. Megszerezte az alapszakasz győzelmet a Sunshine Nyitse az NB2 keleti csoportjában. A nyíregyházi kosarasok az utolsó előtti fordulóban a második helyezett Békés Csabát fogadták, és 86-46-ra verték ellenfelüket. Tudtuk, hogy közvetlen riválissal van dolgunk. Az elmúlt mérkőzéseken is 6-8 pontos mérkőzés volt, vagy egyik, vagy másik fél csapat javára. Az utóbbi időszakban nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a védekezésre, és azokat az energiákat, amit egy mérkőzésen egy játékosnak kell mozgósítani, maximálisan próbáljuk súlykolni a fiúkba, hogy anélkül nincs eredményes játék, és ezt elsősorban a védekezésben kell megtenni. Erre a mérkőzésre is úgy készültünk, hogy ez a minimális alapelv, és természetesen egy
újabb taktikai lépéssel, amivel talán meglepetést is okoztunk a Békés Csabának, sikerült védekezésben egy olyan fajta védekezést nyújtanunk, amivel meglepetés volt, és ebből kevesebb dobóhelyzetük volt, és a dobóhelyzetük is egy kikényszerített dobás volt, amiből több lepattanunk volt, gyors indításokból könnyebb kosarakat szereztünk, és ez megadta az alapját a mérkőzésnek. Az hiszem volt 19-2 is az állás, ami mindenképp megnyugtató a mérkőzés elején, de hát utána még 3-4 van hátra, tehát elvileg ez a majdnem 20 pont is ledolgozható. Ezen a meccsen viszont nem fenyegette ilyen veszély a csapatot. A csapattal is ezt beszéltük mérkőzés után is, illetve most az első edzésünkön is, hogy az elmúlt időszak munkája most visszaköszönt ezen a mérkőzésen. Ezt tudja a csapat, csak ehhez dolgozni kell. Reményeink szerint a betegségek, sérülések elkerülik a csapatot, és ha ilyenre képesek, amit bebizonyítottak, azt a következő időszakban is mondhatom, hogy elvárjuk a csapattól, és bízunk benne, hogy így is lesz. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy csapat életében vannak hullámvölgyek, nem mindig ugyanaz az ellenfél, az ellenfélek is készülnek belőlünk, de minimum ez a hozzáállás, és ez a csapategység szükséges a jobb szerepléshez. Ezzel a győzelemmel megvan az alapszakasz elsőség, még egy mérkőzés vár pénteken a Deac ellen a csapatra. Nézzünk egy picit távolabbra, hogy néz ki a folytatás. A közvetlen következő mérkőzésünk, a szintén közvetlen vetélytársunk a Debrecen, akik ellen szintén évek óta vetekedünk. Az én egyéni véleményem szerint a mezőny egyik legjobban felkészült csapata, illetve olyan értelemben, hogy tapasztalatszerzésből, rutinból és az egyéni képességek alapján talán a legjobbnak is mondható, mert több NB1-es játékos alkatja a keretüket. Talán az edzettségi állapotuk vagy az utóbbi időszakban az összeszokottságuk az már kicsit hiányosabb és kevésbé hatékony, nagyon nehéz ellenfél lesz. Ezt a mérkőzést, amit legutóbb játszottunk és sikerre vettünk a Békés Csaba ellen, pozitív élményekkel kell lezárni, de egy új meccs következik, és ennek ugyanolyan ambícióval, ugyanolyan elánnal kell nekiállni. Nagyon nehéz meccs lesz, de természetesen ezzel a hozzáállással, ami az elmúlt meccsen volt, bízunk a győzelemben. Azt követő időszakban a rájátszás következik. Az első négy helyezett csapat egy oda-visszavágó körrel 6 mérkőzést játszik, ami alapján kialakul az első két helyezett, és az országos nagy döntőbe ez a két csapat kerül be. Bízunk benne, hogy közte leszünk mi is, és bízunk benne, hogy a lehető legjobb helyre, ami most már az elsődleges céljunk, hogy nyeljük meg ezt az alapszakaszt is, és utána a rájátszást is. Tornacsarnok épül Nyíregyházán. Ez Szabó Tünde, sportétfelelős államtitkár jelentette be a Nyíregyházi Tornasport Egyesület bemutatóval egybekötött évértékelő rendezvényén. Nagyon fontos, hogy a 21. században megteremtsük a fiataloknak azokat a lehetőségeket, ami levonza a sportcsarnokba, a létesítménybe, akár tornacsarnokba a gyermekeket a minél korábban. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy egyre nehezebb a szakemberek dolga is, és ehhez olyan létesítményeket kell kínálni, ami ténylegesen ott is tartja őket. Úgyhogy ezért határozott ugye a Magyar Tornaszövetség, Nyíregyháza önkormányzata, a polgármester úr és a sportért felelős államtitkárság, hogy ténylegesen megvalósítsunk itt Nyíregyházán egy tornacsarnokot, egy tornacentrumot, amely regionális központ is lesz. Nagyon fontos, hiszen itt mindig alapja volt a tornának, és nagyon sikeres sportolókat köszönhettünk a 80-as, 90-es években, és ez a tendencia ez egyre csökkent, és vannak szakembereink, akik itt dolgoznak Nyíregyházán, és lehet látni, hogy ide érdemes hozni ilyen létesítményeket, amely szintén lehetőségeket fog kínálni a torna szakágaknak, azaz itt több szakág is megjelenik a tornasporton belül. Úgyhogy méltó helyet kell, ki kell szolgálni a sportolókat, a szakembereket, a szülőket, hogy ténylegesen tudják azt, hogy egy nagyon biztonságos és nagyon jó közegben tudnak majd sportolni. Azt lehet tudni, hogy mekkora összegből és milyen forrásból valósul majd meg a beruházás? Igen, majdnem 2 milliárd forintos a beruházás, úgyhogy idén reméljük, hogy el fog tudni indulni, és nagyon szeretnénk, hogy ez jövő év végére meg is valósuljon.
állami forrásból, és 16 kiemelt sportág fejlesztési támogatásból fog megvalósulni. Egy fiatal egyesület tartott egy nagyon hangulatos és látványos évértékelőt és bemutatót. Honnan indult, mikor indult a Nyíregyházi Tornasport Egyesület? 2017-ben alapult meg a Nyíregyházi Tornasport Egyesület, és azzal a céllal, hogy összefogja a Nyíregyházán működő különböző torna klubokat, egyesületeket. Célunk az, hogy egy olyan egyesületté váljunk, ahol a torna összes szakágát képviselni tudjuk. Reményeink szerint, amit az államtitkár asszony is említett, ebben az új tornacentrumban ez meg is valósulhat. Mennyien vannak most egyesületi tagok? A COVID-19 járvány megérintette a tagsági létszámunkat. Alakulások után gyorsan növekedtünk. Én úgy gondolom, hogy az ország egyik leggyorsabban, dinamikusan növekedő egyesülete lettünk. Alakulásunk után egy évvel már 300 fölötti tagsági létszámmal rendelkeztünk, jelen pillanatban 220 fő a taglétszámunk. Több díjat adtak át a mai napon, az elmúlt év eredményeit értékelve, melyekre a legbüszkébbek? Én úgy érzem, hogy az aerobik szakosztályunk, aki a legtöbbet versenyzett, hiszen nincsenek meg azok az infrastruktúrás feltételeink, hogy a szertornát olyan szinten tudjuk jelen pillanatban művelni még Nyíregyházan, amit az megérdemelne. Igaz, hogy az év tornászadíjat a fiúknál egy gyermekkezdő korcsoportú kis tornász kapta, aki már az utánpótlás korosztályban versenyez, de hát még sokat kell dolgozni a fiúknak. Büszke vagyok a szertornászainkra, büszke vagyok az aerobikosainkra, büszke vagyok az egész egyesületre tulajdonképpen. Nyíregyháza neve mellett több település neve elhangzott. Hol vannak még jelen a megyében? Nagykállóban vannak foglalkozásaink, valamint Ibrányban. Tokajban már több éve működünk, és most tervezzük azt, hogy Újfehértőn is nyitunk foglalkozásokat. Mi teszi a régióban népszerűvé a tornát, nem is a gyerekek, hanem a szülők körében, mert ugye a szülők hozzák le az első edzésre a gyereket, és ebben a sportágban igen fiatalon. Én úgy gondolom, hogy egy szemléletmódváltásra van szükség. Amikor tornáról beszélünk, akkor mindenki a szertornára gondol, gyűrű, ugrás, korlát, nyújtó, gerenda, de a tornának nagyon sok szakága van, és mint minden sportág, a megújulás a lényeg. Vonzóvá lehet tenni a fiatalok felé a tornasportágat. A torna egyrészt alapsportág, viszont nemzetközileg is most már úgy gondolkoznak a szakemberek, hogy olyan sportágokat kell behozni, ami mai trendi, például parkör, és mi is nyitottunk már parkör szakosztályt egyébként. Ha ez nem valósul meg, és nem tudunk a tradicionális sportágak mellett új szakágokat megnyitni, akkor valószínűleg nehéz dolgunk lesz, de mi nyitottak vagyunk, úgy is mondhatnám, hogy a dobozon kívülre esünk, és nem a dobozon belül. A születésnapi köszöntés és a TAF még alig, hanem az olimpiai bajnok tornász Belki Krisztiánnak szólt, aki most már sportigazgatóként szolgálja a sportágat. Milyen feladatkörre, milyen célokkal? Igazság szerint nekem nagyon nagy vágyam volt az, hogyha egyszer tényleg szögre akasztom a csuklószorítomat és befejezem a tornapályafutásomat, akkor a tornasport közelében maradhassak. Szerencsére szövetségi szinten mind az elnök úr, mind a főtitkár úr nagyon nyitottak voltak abban, hogy tovább folytassuk az együttműködést és a közös munkát. Picit másabb ez a szerepkör, nagyobb a felelősségem. Akkor, amikor lent voltam a tornateremben, és úgy próbáltam meg segíteni az eredményeimmel a tornasportot és a benne dolgozókat, az egy picit más helyzet volt, de ettől függetlenül nagyon élvezem az új feladatokat. Tényleg nagyon sok minden van, amiben rám mernek bízni feladatokat, és remélem, hogy a jövőben egy olyan kapocs maradhatok a lentiek és a fentiek között, ami tényleg segíti a tornasport jövőjét. Milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valakiből egy új Berki Krisztián lehessen? Én azt mondom, hogy első körben ne Berki Krisztiánok akarjanak lenni, én sem. Nekem is voltak példaképeim, de csak az eredményeiket szerettem volna. Próbáltam mindig a saját utamat járni. Eleve a sportnak egy olyan ereje van, ami a közösségnek köszönhető, hogy építi a gyerkőcöt. Tényleg azt mondhatom, hogy ahogy az itt előttem szólók is elmondták, hogy annyira alapsportág a tornasport, hogy tényleg minden gyerkőcnek meg kell vele ismerkednie, hiszen olyan képzéseket, olyan koordinációfejlesztést kap a tornának köszönhetően, amit ha nem is tornász lesz későbbiekben, kamatoztatni tud a többi sportágban. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki teheti, és most Nyíregyházán minden adott lesz ahhoz szerencsére, hogy kiképezzük majd a jövő nemzedékeit. Új edző Lovas Norbert irányításával és egy brazil légióssal vág neki a rájátszásnak a Stúdió Futsal Nyíregyháza NB2-es csapata. A cél az első két hely valamelyikének megszerzése és a feljutás az élvonalba.
Várakozáson felül teljesít a gárda, és már karácsony után januárban láttuk, hogy van esély a felsőházi rájátszásnak az elérésére, majd utána talán a feljutásra is az első osztályba. Úgyhogy szeretnénk megragadni ezt az esélyt, és úgy döntöttünk, hogy miután annyira közel vagyunk az élmezőnyhez, és a harmadik helyről várhatjuk a folytatást, és gyakorlatilag egy győztes meccsel ott lehetünk az első két hely valamelyikén, hogy szükséges megerősíteni a keretet, így érkezett a két új fiú. Lovas Norbert személyében egy nagyon jó nevű futszalos érkezett a szakmai stáb élére. Brazil játékos érkezett center pozícióba. Gondolom gólokat vártuk tőle. Mennyire könnyű vagy nehéz ilyenkor ilyen szintű szakembereket, illetve játékos szerezni? Örülök, hogy mind a kettőt sikerült egyébként nagyon hamar ide csábítani. Látják, hogy a körülmények pazarak, és megvan az a filozófia cél a klub életében, ami szerintem egy hívószó lehetett számukra. Lovas Norbertet nem kell bemutatni, játékosként és edzőként is komoly sikerek vannak mögötte, illetve az ő kérésére, illetve a szakmai stáb kérésére egy vérbeli center érkezett David Neal, a Vasco da Gama együttesével Brazíliából, akinek a papírjai készen állnak arra, hogy bevetésre kerüljön a következő rájátszás mérkőzésen. Már most elvárás a feljutása, vagy pedig egy hosszabb távú projektet építetek? Egy hosszabb távú projekt ez, hiszen tavaly jutottunk fel NB3-ból NB2-be, tehát gyakorlatilag most is újoncként vagyunk ott a feljutás küszöbön. Én mindig azt mondom, hogy sportolóként a legkomolyabb célokat kell magunk elő kitűzni, és úgy tűnik, hogy ez reális is. Természetesen nem dőlünk a kardunkba, ha nem sikerül, viszont mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megragadjuk az esélyt, és föl tudjunk jutni a legjobb osztályba idén. A rájátszásnak a te irányításoddal vágnak a nyíregyházi futszal csapat. Mi volt vonzó számodra a nyíregyháziak megkeresésében? Ez egy új kihívás számomra. Hát 6 évig dolgoztam az NB1-be, és a közös munkának vége lett, pedig adódott egy új lehetőség, és itt reális cél van arra, hogy újra NB1-be dolgozhassak, és ezáltal egy álmot beteljesítve az NB1-be kerüljön a A-Studio futszal csapata. A csapat az alkalmas, szerintem az NB1-re, erősítettünk is, és bízom benne, hogy ez reményre fog vezetni. Azt szokták mondani, a rájátszásra mindig duplán meg kell küzdeni minden gólért, minden pontért, minden győzelemért. Milyen mérkőzésekre számítasz? Igen, ez így van, tehát mint mondtam, 10 döntő mérkőzésünk lesz, így is készítjük fel a játékosokat, hogy minden egyes meccs fontos, az alapszakaszt az el kell felejteni, ezt az NB1-ben megtanultam, tehát a rájátszás az teljesen más. Mindenki plusz motivációval, plusz akarattal lép pályára, és a könnyűnek itt meccseket lehet a legkönnyebben elveszíteni. Hát oda kell tennie magát mindenkinek, és akkor nem lesz probléma. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!